Amit egyébként gyűjtünk, az nem lesz egyébként más. Mennyink van? 9000-en van. Amit gyűjtünk, az nem lesz más, hogy valami hengerek, mint kérem tisztelettel, hát úgy is fogalmazhatnék, ugye, hogy a másik várba 7. napig, 5. nap van. Hűha! Jó, az belefér még simán 6. 7. nap. Meg kell csinálnunk, mennyi van gemből? A fél gem már megvan. Fellegvár az már felhúzásra kerül majd, és már az önmagában, apám, ha te lesz fellegvárban, lesz 4 darab csávoka benne, már oda a gép nem fog bemenni csak úgy. Mert innen elverekedi magát honnan, ezt nem fogjuk hagyni, mert már itt elkezdek egyébként rontópálozni. Jó! Elmondom, mi lesz. Csávókával, fi, jövök felfele. Várj már, bazd meg! Nem mondtam össze, bassza meg! Na! A kurva anyja bassza szét. Ezt nem hiszem el, geci. Drága, úgy már elbaszunk. Na jó, semmi gond, egyébként egy napnyi izénk van, mert nem veszek egyébként hátra, csak most egy nappal tovább többet kell jönnöm ezzel, ez egy nappal tovább tudod hazamennem. Na mindegy, sincs semmi gond, egyébként ez egyik. Akkor elmondom, mi van még. Bálint gazdával ugye itt áttoltuk, ez jó. Bálint gazd nyugodtan mehet hazafelé, jó. Én pedig fél bekukkantok ide, mi újság van. Itt mit tudom, itt lenne egy kimi valami a csémlelet. Ami ATA plusz 1500. Felderítés, mi az ott? Azért megmondom őszintén, bassza itt a fülemet, hogy lehetné itt valamit nézegetni. Bős veterán dárdás, dandás, itt elmondom nektek, hogy mennyi a hagyom TP-ben, még egy helyen még lenne egyébként Artikavban. Figyeld, 3000, azt mondja, hogy 33000, körülbelül egyébként kéne még olyan 4000, hát azért nem fog összejönni ebbe a csatából, ezt elmondom. Az a baj, ez szökőkút, ez szerencse, kincses láda, itt lenne valami, ez nem tudom mennyit ad egyébként, elmondom. Elmondom nektek, mi újság van. Ugye a legerősebb egységünk, hogy lehet látni hogy valami hengerek, hogy az nem lesz már az ellenség. Ugye ez figyelj, a legerősebb serege egyébként, figyelj csak ide. 4 otakja van, védekezése 3, erő 3, ismert 2, jelenleg ez az ork pofa. Elmondom mi van, figyelj, seregből a legerősebb, nekik már mindig ők a legerősebbek, elmondom nektek. Ugye az a sereg, amiben benne van egyébként ez, az erősebb, mint a miénk. Elmondom nektek, ami nagyon meglepő, fú, geci. Nem is meglepő, álcsap meg, kastélyokból anya, mind nekem. Gecibe bazd meg, azt tudom, hogy az 3 kastélyuk van, apám. Csí! Apám, tudom neked, az nem semmi. Basszam meg, 3 kastélyuk van, de hogy az Istenbe? Mondjátok már meg. 3 kastélyuk van, fél lovokból több van nekik, pedig 3 hősöm van. Aranyból több van, fából, most jelenleg nekem 9000 van, apám, azt nekik több van, apám, ennél is. Higgaj, mindenből obeliszket nem fogok, lehetekből nekem van több, hát ezt köszönöm. Erősségek ők, incoming transmission pedig ennyi volt. Elmondom nektek, ti valamilyen fejek, hogy nekem 3 kastélyom van, nézzetek meg. És neki is 3 van, de hogy az Istenbe? Ezen a részen nem láttuk, hogyha ez itt egyik az övé, de lehet látni a kis kerítésből, ez nem kastély. Ha itt már van egy, akkor ezen a részen még itt mutatom a kis térképét, nem lehet, mert aszimmetrikus lenni egymás mellé többet, akkor itt biztos nincsen, akkor itt kell lenni háromnak. Itt fent tudod, hogy van legalább egy. Érted? Itt fent legalább biztos, hogy van egy ki valamilyen fejek, de hogy itt továbbiakban mi van még, hát én nem tudom. Na jó, elmondom nektek, ez is egy érdekes információ volt. Erre fel fogok jönni. Jó. Akkor egyet tekerek. 6. nap, a tedik, elmondom nektek. Figyeld, 2 pluszon van, gec, azért mekkora már? Tudok menni, mint az állat. Elmondom, hogy ezt ide átpakolom. Kis szumós csávóból ide átteszem. Ebbe, na most, hát ilyen főnix ugye lenne itt még, ugye ezt megválunk a goblintól. Ugye 3 darab főnix nekem. Akkor, figyelj, hát igen. 2 ork se kell, upgrade ork. Kell nekem, figyelj, manóból, főmanóból 12. Ebből 5 van, ebbe az nem rossz, és zombi eljel már egyébként druida. Így. Ez így meg is van. Csávókával hazamegyek. Így. Most az igazság, hogy egy hadsereggel menni nem a legjobb. Úgyhogy én úgy tervezem, hogy hát igen, ugye már megvan a lóvénk ti valamilyen fek rá, 6. napra telik, rögtön fel kell húznunk ugye itt a várban a fellegvárat. Ez az egyik. Ez megvan ez, ugye ebből lenne rögtön egyébként egy darab már jöhet is nyugodtan ki. Ez majd holnap után szó szerint kiskedden, mert ebből 4 lesz. Azt innen kivéve tehetnénk be, hogy valamifek ebbe a sereg, mert 2 sereggel kell legalább ti valamifek támadnunk. Csak az a baj, hogy ha kijövök innen ebből a várból, érted, akkor elég nagy szopás lesz ebből a részből, mert nem tudom magamat megvédeni. Ez a gond. No, elmondom mi lesz egy csávókával. Ezt kapja a köcsém errefele.
Így. Csávókával. Jövök a csím ide. Átpakolok bele mindent. Elmondom, mi van. Fél 3 főnix, meg 7, az 10 darab főnix. 9 darab druida, meg 6, az 15 druida. Hát ebből nem gyűjtögettünk. Szerintem csak cseréljük már. Inkább cseréljük már lefér ezt ehelyett. Hát... ennek is kéne valami, bazen még kipakol pinyot, azt nem nálunk jó. 12 egyébként ebbe. Az upgrade, kurva anyja, bassza meg! Azt nem tudtam, geci. Geci anyját, ez upgrade, geci. Hát, ez nem igaz, bazd meg. Elmondom akkor, mi lenne, mert kérem, még aláírom egyébként, hogy a csonti az leszívja a faszunkat. De az az igazság, hogy azért a csontváz, érted? Azért, hogy azért itt a harcokból kapunk csontvázat, azért az nem rossz. Azért megmondom, geci, őszintén azért az nem rossz dolog. Mert azért egy 60-70 nagy csata után csontváz pluszban azért az nem semmi. Tehát kitehetném a szőjét egyébként innen, mert inkább Miotorusz kéne betenni. Miotorusz helyett kéne inkább berakni a lövős, inkább át kéne fejleszteni. Hát, geci, ez nem igaz. Na jó, elmondom, mi lesz, egyelőre így állunk. Egyelőre így állunk, elmondom nektek. És elmondom azt, hogy a géphez felkelti valamilyen fel mennünk. És szépen lassacskán, most azon nézek, hogy nem itt mentünk fel? Hol mentünk a múltkor fel a géphez? Hú, bazd meg, hát nem is itt mentünk fel. Hát nem tudom, is itt mentünk egyébként felfele. Annyi lenneti valamilyen hengerek, hogy kérem tisztelettel, itt most egyébként bízva abba, hogy akik jönnek itt fent lefele, most így mondom, fent északot dél felé, azokat meg tudjuk mi állítani a fősregünkkel. Ebbe bízva, esetleg el tudnék addig menni egyébként. Fú, ezzel a hősömmel a másik irányba. A másik vára, pedig Jézus Isten apám, ekkora íbe. Mégpedig azért, Jézusom, geci, 5 napi izé, járás, 20 napi. Mégpedig azért, mert a fellegváros tudszott ikerti van fek vennünk magunknak, mert ugye csak plusz erősítéssel lehetne, és ebben a seregben van kakaó annyi, hogy lehetne nyomulni. Addig meg lehetett az erősítést, hol többiekkel ezekből a várakból. Megmondom őszintén, a főnixet nem lenne hülyeség kipakolgatni, pontosabban ugye itt nyomulni, itt meg lehetne tudod a főnixet még vinni ez a seregemmel, a főseregemben, de mikor élek majd oda bazzag ahhoz. Hát ez mit nem mondjak, nem semmi apám, amit egyébként mondok. 6-5 napra futja, még várunk. Aha, ott van fél csávók a fent, nem tudom, mondjam a csávó. Egy pillanat. Fú, ez némiképp ilyen messze jött. Júj, apám, ezek onnan jönnek fentől, geci. Látod, mi pont neked, öcsém? Fú, de megszívjuk a faszt, apám. De megszívjuk a faszt. Ugyanis, öcsém, a gépnek itt fent vára van. Látod, hogy 3 kastélya telik, öcsém, a gépnek. Látod, és most itt jelenleg rohadt messze vagyok, apám, ettől. Azon gondolkod, ebből pár van, az én úgy tudom, hát nem tudom, hogy mit tudok. A pár az most mennyi, bazd meg? Mert ebből a néhány, látjuk? Ja nem, az kevés. Kevés, néhány pár. Akkor a pár leszti valamilyen fek a Severál, nem? Az nem letéként Severál. De várjál már, letéként, hogy úgy csinálták meg, hogy a kevés az 1, és akkor a 2, 3, 4 a pár, az 5, 6, 7, 8, 9 a néhány. Vagy hogy van ez, geci? Hogyha ez így van, úgy van, akkor is egyébként ebből van cucc rendesen. Pár van abból, hát most ezt nem tudom, néhány van, viszont az egyértelműen akkor több mint 5. Pár van abból, sok van abból. Ez a baj, hogy annyira messze vagyok apám ettől a vártól, tudunk egyébként menni, az endesenti valamilyen fel, csak az a baj, hogy most innen emin elmegyek. Fú, apám. Látod, nem jó a koncepciónk ti valamilyen fek. Nem jó a koncepciónk, mert hiába vagyunk itt egyébként bitangerősek, meg kemények. Látod, nem tudunk ti valamilyen fek erre menni. 5100-ok van itt, azt mondom néktek, hogy én szerintem azon gondolkozom, hogyha csávóka innen még nem tud egyszer elmenni ide ebbe a várba egy nap alatt. Tehát ide nem tud elmenni, ez biztos. Márpedig nekünk erősítésünk lesz holnap. Ha megnézed, akkor jelen, ami nem rossz, 5700-an van, plusz még ahhoz hozzá fog jönni Dacu, körülbelül még vagy 4000 valamennyi, tehát 10-esem lesz. 10-esem lesz 3 darab gemmel, az 3 darab titán. Hát most Giants. 3 darab Giants lenneti valamilyen, benne van a csávóka, itt őriz minket. 3 Giants, 2000-ként az 6000-be kerül, az meg lenne már most a pénzünk hozzá, sőt, hogy tudja csapnék ki még gemet valahonnan, mondjuk kőből. Azért 4 izéből óriással nem rossz,
És azért figyelj, árok van, jobb torony. Vagy a bal torony már megvan, jobb toronyt meg tudnánk csinálni. 1500 és 5 izi. Ezt már most fel tudom húzni. Ez sokat éjké számítani, elmondom nektek. Én azon a véleményen vagyok, hogy szerintem a csávókkal nem biztos ti valamilyen fejek, hogyha itt ezt kipakolom a várból, amink van, ezért csináltam egyébként ezt, hogy ezt önmagába meg tudja védeni. Mert az a baj, hogy jelen pillanatban nem tudunk ti valamilyen fejek normálisan mozgolódni, mert az lenne a célunk, meg a tervünk, hogy tulajdonképpen két hősöm lenne, amivel innen így alulról, most ugye mutatnám még innen egyébként fentről, ugye most itt rendesen a térkép szerint mutatom a nézőknek egyébként, innen indulnénk el ebből a várból, felleges várból errefele, és lenne a másikkal, pedig ugye így mennénk felfelé, és akkor tulajdonképpen ezt a részt, ugye ezzel, meg ezt a részt, itt nem tudnának bejönni se innen, se onnan, mert itt összezárnánk. Az a baj, hogy jelenleg, mivel nagy hadsereg volt, és át kellett mennem segíteni, ezért át kell csoportosítanunk minden erőforrásunkat ide, a mini térképen. És éppen ezért most szopás, mert szóta csinálnak a gép, amikor hülyét csinál belőlünk, akkor elkezd a másik irányból innen támadni. Ezt történt most egyébként, elmondom. Na, ami a lényeg az annyi, elmondom nektek, hogy én azt mondom, ez a egységemmel, tudom mondani neked, még azt sem tudom ti valamifek hülyeségnek, hogy hátadnám a csizmát. Ugyanis nekem, ugye rengeteg lépéspont a logisztika által, de viszont ennek a seregnek, aminek még van esélye a gépet szétverni, ennek nincsen logisztika, van a szuper nyomkövet, ami egyébként nem rossz, de nincs logisztika. Ez el tudnám adni neki a csizmát, lenne két serege, amivel tudok sokat menni. Mert az lenne a célom, hogy én vagyok akkor a főseregemmel a főnixes sereg, akkor én innen szedegetnék, mert utcolnék a többiekkel mindent, ebből a két várból, és akkor a másik várból pedig innen, meg ugye a fellegvárból pakolgatnám ki ebbe a seregembe. Ebbe a tucokat, geci, de az oda kéne jutnom. Tehát az lenne a lényeg valahogy, hogy én szerintem el kéne kapni a gépet nagyon gyorsan, elmondom nektek a főseregemmel ezt, itt most a probléma, most még ide-oda rohangálunk. Ugye, ez a probléma az egésszel. Hát jó, ide elmegyek, ugye itt most mindenképp kell a plusz lépéspont, mert látja mindenki, mi van. Illetve hát ugye egyértelmű tény ugye az, hogy a gép innen jött le fentről. Tehát neki itt, ezen a kis részen valahol vára van. Ugye azért találkoztunk össze, emlékeztek a sereggel is a múltkor. Hát mit nem mondjak, apám, nem semmi. Most az a szívás, hogy most mi oda kell egyszer megint fétet mennem, a csávók, erre fele kell jönnöm, erre már mindjárt, figyelj, megint le fog jönni innen ma valaki. Ebből a fenti részből. Már figyeljétek majd meg. Azért mondom, hogy sajnos ez a baj, hogy az lesz majd a lehető legjobb megoldás, hogyha a csórikám a fősereggel, hát az a baj, fősereg kellett, hogy leverjem azt a lenti részt. Tehát ami itt van, ez fősereg kellett, hogyha nem lett volna olyan gyenge itt a többi seregem a fősereghez képest, akkor nem kellett volna a fősereggel elmenni, és akkor ezzel vertem volna le mondjuk, ezzel a seregemmel vertem volna le ezt a vált, akkor itt maradtam volna, és akkor már most fellegvárral, meg titánnal minden anyád picsájával már jöhetnék a gép el, és nem kéne itt most rohangálnunk ide-oda. Most elmegyek innen mind a kettővel, geci, azt mindjárt majd a gép innen fog mondjál lejönni, bazza, mindjárt bármelyik perc innen fog kiérkezni, figyeljetek majd meg. És ami nem tudunk, apám, ehhez szétszóródni, egy pár napunk kéne legalább, hogy szétszóródjunk a két seregünkkel, addig nem fogunk tudni valamilyen fekét nyomulni, bazd meg. Mert a főseregemmel nem tudok egyszer itt meg ott lenni. Ez a régi időket is, amikor itt elbénáztam a pályát. Na, egyébként elmondom, hogy addig itt vissza fogunk menni, mert mindenképpen kell erősítés nekem. Én nem tudok menni ezek a csicska faszokkal, geci. Jó! Nem tudom, ti valamilyen hengerek, mennyire lesz ez jó megoldás. Itt az a baj, mindig ilyen szar alapszintű fos. Legalább lenne valamelyik logisztikás, ezt mikor néztük, de nem. Hogy tudna alapból menni valamit. Jó, 4200-unk van. Hetedik nap a telik. Én azt mondom, hogy tekerjünk még. Igen, csávóka itt mászkegat, de még tud menni apám a kurva anyját. Látod, sas 5-tel többet tudsz, gyenge egyébként, nekünk pont van a sasunkban az, mert tudjátok a másik várba. Na most itt ugye az a kérdés, tudod, hogy ez mind nagyon szép és jó, hát tudod, hogy nem a csávó rámenne a váramra, amit most már azonban nem tudok utoljárni, nézzetek meg. Hogy akkor képes esetleg leverni a mi seregünk ezt az egységet. Ez nem a legerősebb sős, ugye ezt láttuk, emlékeztek rá, hogy volt egy ilyen statisztika. Ó, félk út, szar. Az a bajom ti valamilyen hengerek, hogy csávókát nem érjük utolba az meg. Hiába tudok menni, mint az állat, nem tudom utolérni. Most az a kérdés, és ezt kéne megnéznünk, ugye mert van fél lóvénk, meg ugye jött az első nap, hogy a csávókkal mit fog most, ha én kivetem a cuccokat.
Ha kivenné minden, mit tudna csinálni? Mert ha egy nem támadná meg, ha itt elkezdeni delítgetni, meg itt szedegetni cuccokat a környékén, amit szokott általában csinálni ilyenkor, akkor ugye én esetleg meg tudnám azt tenni, hogy én ez a seregemmel, akit ide szántam, ide jövök úgyis erre a részre, jövök, és meg átpasszol magamnak a csizmát, mert ezt meglátjuk. És tulajdonképpen azzal cuccokat kivéve nem tudnám verni. De az azt kell, hogy csódikám ne tudja leverni az erősítéses váramat. És ne támadjon rá. Ha rátámad, akkor viszont nem lesz a legjobb ti valamilyen fejek. Mert akkor ugye le is verjük, akkor sok áti kapt, hogy ebbe kerül bele, ami nem tudom, hogy hova kerülne, mert csak így dísznek van itt. Na jó, elmondom, hogy a fél 4 darab izéből 3 kijön, 6000-ünk van, ez ennyi, ez 3 tud, az nem tud lőni a csávókat, viszont fél 20-ra van fél jobb torony, bal torony árok, amelyikén nem, azt a fél csávóka. Új egység, de hiába egyébként, mert első szintű fosság. Itt lehetett ott kipakolni még ti van egy titánt, elmondom nektek, most gondolkozom rajta, nem titán ez ugye óriás. Egyébként nem rossz, 150-es HP-val elég jó lerontása van, akkor nem tud lőni, az egy gondomban. Arra meg ugye esőt is ezt felhúzzuk a felső szintre. Itt gondolkozom, hogy ilyen lövős még ilyen nekünk, hogy a sasból jöhetne még rengeteg, 15 darabban, 400-ba kerül, ebből 7000 darab jön neki. Van még itt lövősünk, ebből 4 kijön, az van is pénzünk elég, az a baj. Vagy titánt, már most ezt mondom, óriás, illetve jó, akkor játsszuk Máté valamilyen fel azt a módit, elmondom nektek, hogy akkor legyen már az, hogy én, ha nincs piac, térünk. De annyi minden van ebben a várban, geci, hogy az nem igaz. Kéne piac tér, nem tudom, a fazba tettem a piac, tehát, hogy hol lenne, hát csak meg. Piac, 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 még van pedig egy ilyen piac. Ez lenne az. Elmondom, olyan kőből, figyelj, csinálunk alkimistáknak a nagy örömére egyébként egyet tudok csinálni gemből. És akkor ezt a gemet ki tudom egyébként menni, ebből még egyet nagy óriást ki tudok szedni valamit, ebből 4 van. Van még 800 arany, amit ki tudok egyébként tenni esetleg. Hát ez elég bős trapát, ebből 2 teszek ki tudom, mert tud, bár ők lőni kell, van mindegy, nem baj. Megnézzük, hogy ehhez tól csáó mit szól. Csórikámat ott arra mennék, ezt elmondom nektek, hát ugye, mennyi pontom van? Ugye van jelenleg, mennyi pontom ez? Várj csak, hol a pontom? Aha, 60 pontból 23 van, ami szépen töltődik azért, ezt el kell ismerni. Ott fent azt nem tudnánk leverni a megfeszülését. Ugye itt honnan jöttek egyébként? Innen jöttek, igaz? Innen jöttek le valonnan. Nem innen jöttek le, nem innen jöttek le, nem is innen. Jó, én most kockáztatni fogok, elmondom. Azt titelezem fel, hogy a várunk meg tudja védeni magát. Hú, de jó, bejöttem a csőbe, és melyik kell menni ez a szarja, bazd meg. Itt átjöhetnénk, de szerintem ezt inkább nem vizelném, hogy itt erre jöhetnénk. Szerintem innen jött a csávó. Ugye ez egy sima, hogy is innen jött fentről. Itt most erre jövök ti valamilyen hengerek, elmondom nektek. Hú, nem tudom. Mert most az a gond, tudod, hogy most a gép érzékelő, az az erőnk az most errefele mászkál. És ez a lehető legrosszabb, hogy tehetünk ki valamilyen fel, ugye, mert ez egysége önmagában nem tudom leverni. Ahhoz kéne titán bele, meg a különböző cuccosaink, az erősítéseink onnan a várból. Oda meg el kellett mennünk, de közben itt meg ilyen szabadon hagytunk mindent, mert a főségemnek, itt kell jönni a főségemnek ezen a fertől, innen semmi támadás ne jöjjön, mert aki jön fent, azokat elkapdossuk. De most, hogy elmentem a picsá, mindjárt meg fog jelenni egyszer a gép a másokon, féltek már meg. Ez a probléma. Most itt nem tudom be aznak, hogy képes ez a szart megvédeni magát, geci. Ez a nagy kérdés. És apám jön rátámad, a kurva anyja bassza meg. 4 van apám a csávókából. 24 apám a másikból. Nem semmi, geci. Fuhú, geci. Az a baj, bazd meg, hogy ebből nagyon sok van. Ne 30-as HP-ja van. Hogy állunk itt? 24 pontja van. Figyelj, 4-4-4-3. Azt a múltkor azt mondták, geci. A múltkor sokkal gyengébb seregre mondta azt, hogy az a legerősebb. Tele volt 3-assal, geci. Mondom, akkor annál csak gyengébb lett. Látod? Megint a főseggemmel kell jönnöm, apám. Nem hiszem el, geci. Itt nem tudok persze. Hát, csak tudok lőni valamit 20 pontomban. Hát igen, van itt nekünk egy jégsugár. Lövős nincs az jó hír egyébként valamilyen szinten. Nem tudom, hogy kapnék a csávókát egyébként ezzel. Ezt nem tudom, egyébként baromi probléma. Lement 2. Hát, geci. A mocskos úristen bassza meg őket, apám. Nem semmi, geci. Én azt mondom neked, hát nem tudom.
Ezek, figyelj, ezek simán le fognak minket verni, elmondom neked. Még ha benne lenne, geci, hát a főseregemet nem tudnák levenni, de még annak is apám megkottyanna, bazd meg. A főseregemnek is megkottyanna, viszont az az igazság, elmondom nektek, hogy tulajdonképpen, ha benne lenne még a, ez a sereg helyett, ami most benne van, ez a nyomorék úton álló helyőrség, helyett benne lenne, mondjuk, hogy is hívjákom, az a második számú seregem, minden este abban 5-10 éven még azt tudná levelni, hogy valamilyen fek. Azt sem bírna levenni, az a probléma, hogy a titán az hiába erősebb, abrid, mint ez a szar, tehát erősebbnek erősebb egyébként az óriás, az biztos igaz egyébként, nincs ez a probléma, most tudnánk lőni, mindenkire lenne egyébként. Tehát az a semmi gondom tudod nem lenne, a problémám az, hogy sajnos egyébként önmagában egyébként talán tudnám verni ezt, befejtsétek el, hogy a gépnek apám milyen atakja van, 4 atakja van, 4 defense van, bazd meg. Úgyhogy ez nem igazán jó. Itt a problémálása. Elmondom nektek. Kapd be már a faszomat. Pff, semmi nem ment le, apám. 3-mal lőttem meg, ez a semmi nem ment le a csávókából. Azért 30 HP-ja van, szopjatok már le, bazd meg. Nem a melyet nem tud levenni ez a szar. Bazd meg. Lövés nekem. Ma bele 20. Nem tudok levenni, hogy valami fegezt. Hú, geci. Ezt jó megszívtuk, apám, mert ezt a szart elfoglalja a csávó. Kiveszi bele a cuccokat, bazd meg, azt még rosszabbul járunk. Az a baj a főseregemben nem értem volna semmiképpen nem, mert ez egy esünk lett volna esetleg, hogyha a főseregge elé rohanok. A csávó elé. Az lett volna egyébként esélyünk, elmondom nektek, a gépet leverni. Így lett volna esélyünk. Ha elkapjuk. Én nem nagyon szarakodtam egyébként, igaz? Nem nagyon szarakodtam ott annyira. Amikor levertük a gépet, emlékeztek, körülbelül ennyi lépéspontot mászkáltam el kb. Megnéztük ott az erőszak, ami még hasznos volt infóna, csak... az a baj, tudod, hogy nem gondoltam arra, hogy a gépnek 3 vára van. Ezt nem hittem volna. Azt hittem egyébként naív módon, hogy 1 vára van ott fent a sorokba. Mert ott fel már nem lehet, gondoltam én, mert ott már van egy ilyen semleges kis város, vagy nem tudom micsoda abban az, és akkor hogy néz ki, hogy mehette közben egy másik vár. Nem tudom, hogy ott 3 vár van egymás mellett, vagy hogy a picsába csinálták, meg nem semmi az meg. Úgyhogy ez nem fog menni valamilyen, vissza kell lementéssel mennünk. Abban reménykedve, hogy hát ha esetleg egyébként képesek lennénk arra, hogy valamilyen úton és módon, ugye, fél csávót. Kurva Isten rohasszon meg! Én nem a izre megy, apám, nézzetek meg! Nem ahogy is hívják, amilyen a faszra! És már lement egynél meg a miénkből, bazd meg. Hát 18, apám. 2-t vett meg egy titánunk, bazd meg. 2-t vett meg egy belőle. Azért mondom, hogy olyan mocskos módon csalnak, gec, ahogy csak lehet. Na, már semmi nem ment, mi a faszom van? Ugye 14, apám. Kinyírja fel az egy szar ember. És mekkora fasz, apám, nem a bádog ember, tudtam volt, hogy gyönyörű szépen nyomatni valamit, nem tudom, ki lőtt most ékezőbb meg. Nyillal lőttek? Azért mondom, esélyünk nincs, ti valami fog ezt leverni. Ezt a fő seregemmel kéne ti valamilyen fek, valamilyen módon úton idő előtt elkapni. Mert ezt nem tudtuk megcsinálni, elmondom. Itt kilőttünk már minden, nézzük meg, már 2 ponton van. Nem tudunk semmit csinálni, bazd meg, itt is le vagyunk. Volt, kaptunk egy gyengítést, a múlt könyvek 13-ban még ebből apám, ebből még 6 darabban. Ez nem probléma, ez se probléma, ebből még van 4 darab. Ezt esélytelen leverni, bazd meg. Ezt esélytelen leverni. És hiába vannak a lövőseink, 1500 arany, meg még 5 kő, bazd meg. Egyet nem tud levenni ebből a leggyengébből, geci. Nem semmi. Villámozzál még, geci. De sok pontod van. Nézd meg ezt. Hát ez nem semmi, apám. Ez nem semmi, geci. Visszalementéssel, ezt jó megszívtuk, bassza meg. Ezt nem hittem volna, geci. Megmondom őszintén, abban a hitben voltam, hogy az ellenséget egyébként levertük, úgyis mondhatnám egyébként, ezen a részen kipucoltuk. Azt hittem, hogy ha valaki errefele mászkált, egy poénból, ugye? És én azt gondoltam, elmondom nektek, hogy nagy valószínűség itt már nincsen senki, csak ezen a rész összpontos, hogy én csak felfele kell menni, és milyen király. Hát nem. Elmondom, nem tudom ti valamilyen fek, itt egy megoldást látok csak. A legrövidebb úton kéne ti valamilyen fek oda mennünk, csak megint olyan messze vagyok, apám, nézd meg ettől. Tehát most hiába tudod, mennék itt ott bent, tudod, itt leverném ezt, hogy itt mennék itt körbe, nem tudok. Tehát nem tudok az elé kerülni. Ugye valahol ezen a része jött egy-két, jön a csávóka, így jött valahol ki. Hát, geci, nem lehet igaz, bazd meg.
Na jó, elmondom, mi lesz. Hát, ja figyelj, szóval jártunk menni a fán. Hát igen, itt mindent kell a gyors menést. Elmondom nektek. Ti valami hengerek, hogy itt kéne jönnünk valahol legrövidebb úton. Hát, ez most nagyon szar, megmondom őszintén, ez rendkívül szar. Itt át tudunk látja mindenki jönni. Csávókával pedig ugye. Hát elmondom nektek, mit lehetne nagyjából csinálni, kérek szépen. Azon gondolkoztam így utólag. Haza kell mennünk, ti valami hengerek. Tehát most arra gondoltam, hogy most a csávókával kéne cuccolni mindent innen kiszedni. Tehát most nem orientálódnék ide át, mert mostnak nincs semmi értelme oda átmenni, mert akkor itt majd minden, úgyis mondhatnánk, védtelenül. Hanem Isten igazából azt kérti valamilyen fel csinálnunk, hogy valamilyen úton és módon egyébként át kérti valamilyen fel mennünk. Ezt a kettő várból szedegetni össze valamit, a két mellésleg által. És kérlek szépen, hát az lenne a tervünk most, hogy valamilyen módon ti valamilyen fejek, hát jól elé kerülni, a csávó elé. Ugye kb. Így jött ki vala a csávóka. Ide kéne jönnünk a izével. Az egységünkkel, elmondom nektek, ugye turbó lépéssel. Most fog szerintem a csávó megjelenni. Hát ott jött, nézek. És nem fogom tudni, tehát ennyi lépésünk van, hát nem tudom mutatni a csávókát, az a baj. Hiába van az meg extra lépésem, látjuk. Csávóka, ugye kell tenni egy ilyen kis ciródás kört, itt erre jön, és nem fogunk tudni utolérni bazdmeg ennyi lépésből. Pedig ez az egy esélyünk van, hogyha ezt így szembe találkozom be, le tudom szerintem verni 10 izével. Mennyi pontom van egyébként? Én nem mentünk még be a kútba, nem is fogunk, hogy elmentünk egy csomó lépést, emlékeztek, de nem is gond, mert 17 pontom van. És a fagyasztás, ami a vakítás a legkirejabb, az csak 3 pont, hogy az elég jó most. Fú, tudom, mond neked apám, nagyon zorog a léc. Ezt a pályát, ha meg tudjuk csinálni, épp hogy csak meg tudjuk. A gépnek alapból 3 vára volt nekünk, várunk nem volt, ugye úgy kezdtünk, emlékeztetek rá. Aztán 2-t a semmiből kellett felhúzni, már fel volt húz, az így jöttek apám 5 ellenséggel, szóval itt most már nagyon nagy a csalás, és rohadt nagy az erőny a gépnek apám hozzánk, és kijön apám a keménykedés. Hát nem tudom ti valami hengerek, megmondom őszintén, be vagyok szarva ettől a dolgok, nem tudom, meg tudok-e csinálni egyébként, elmondom. Mert ezt nem engedhetjük meg, hogy a gép ugye lenyúlja a várunkat. Azon gondolkozom, hogy 7. napra futjátjuk, hogy ezt hiába veszek ki onnan mindent, amint csak van. Még ha mindent kivennék a várból, tudod, akkor még ugye elmenne. Mert akkor nem tudna ugye a 7. nap után, nem tudna erősítést kiszedni. Ugye akkor bemaradna a várba, ugye kapna TP-t ugye a cuccainkért. Ugye azt nem tudnánk betenni egy seregünkbe, amivel tudnánk harcolgatni. Nem tudom, esetleg ki tudnánk onnan menteni, de annyi pénzünk nincsen, Gezi. Hát nem tudtuk kivenni mindent. Nem, hogy még jött még egy hős csinálni, azt még azzal kimenekíteni. Hát, Geci, ezt nagyon megszívtuk, megmondom őszintén. Ez az igazság, hogy rá kell volna szánnunk az időt arra, tudod, ti valamilyen hengerek, hogy visszamenne a régi lementés, hogy nyugodtan foglaljanak el, mindjárt, hogy felderítjük a pályát, hogy mi újság, vagy merre van a gép. Mert ez a baj, tudod, hogy én itt most ezt nem csináltam meg, ezért most tulajdonképp itt most így döbbenek rá, hogy já, itt van mehetünk egy vár, ekkora sereggel, Gezi. És akkor ez még nem is a legerősebb seregben az, amit láthatok ti is egyébként, hogy a statisztika szerint ez még hó van a legerősebbtől. Az abban nagyon messze vagyok, mert a hőstől, Gezi. Még hogy elkezdod errefele mászni, de nem fog, az a böttőn apám errefele a Gezi. Legalább ide jönne, azt itt nézegetnem, ide jönne, hogy az sem legjobb egyébként. Hát, bazd meg, nem tudom, mit mondjak. Látod? Apám, nagyon soha tud menni mindig, Geci. És nem tudom, elkapni az a baj. Látod? Túl messze van. Bassza meg. A kurva Isten az. A kurva Isten megbassza, bazd meg. De messze van. Most azontól gondolkoztam, most egy tejünk meg egy olyan próbát, hogy most nem veszek ki semmit a várból. Sőt, tudom, mit álcsap meg? Tudom, mire gondoltam? Á, az se jó. Arra gondoltam, de nem jó az se. Nincs annyi lóvénk. Annyit csinálnék, hogy a csávók ugye innen mindenképpen ugye képes ugye elfoglalni a várat. Látjuk? Innen jötték én idáig. Ez körülbelül ennyi lépéspont. Ez azt is mondhatnám, hogy egy picike marad még nála, amikor bemegy a várunkba. Olyanra gondoltam egyébként elterelő hadműveletként, hogy csinálnék ti valamilyen fejek, de ezt szerintem nem lesz elég, csinálnék egy hőst, egy üres hőst. És az, ha kijönnék ebből a várból, és erre eljönnék. Az a célom, hogy itt tudnék körülbelül idáig tudnék jönni.
Hát, ha esetleg a csávóka arra menne, azt leütni, tudod, mi? Akkor leveri a gyenge hős, így be van állítva. És az, hogy oda gyakorlatilag ő elment, már nem lesz annyi lépés, hogy visszajön ide. Én meg már akkor el tudom kapni itt ezzel egységemmel. Na mit szoktok egyébként ezt valamilyen fejek? Ezt kell kipróbálni, geci. Hát, bazd meg, tudom, mond neked, nagyon kiábrándító. Na itt mi a faszom? Jó, geci! Bazd meg, milyen hadsereg! Nézzetek már meg, geci! Öcsém, turbo logisztika meg! 3 atak meg, 7 defense! 8800 TP! Baszod meg! Hát nekem ez kell, állj meg, itt mi a másikkal? Hallod? Nekem ez kell, geci! Azért ez már valami, bazd meg! Tudom, hogy neked, már ez nem semmi önmagában. Mert ez az egység már hasonló erejű majdnem, mint ami minket megtámad. Most itt maradjunk már egyébként ennél, elmondom nektek. És tegyünk már egy próbát, egy külön mentést csináljunk már egyébként ennek, jó? Egy kettest. És figyelj, turbo logisztikám van, ami azt jelenti, hogy ide fel tudok jönni, figyelj, a csávókával. Most figyeljetek már meg, most direkt lementettem. Most nem akarok semmit csinálni. Csak azt, hogy nézzük, mi fog történni. Nem akarok most mások mendegélni. És nem megy rá, bazna, nézzetek meg. Állj a pici gép meg. Van benne valami extra? Aha. Hát az a baj, hogy szerintem ti valamilyen fejek, ő ugye rajta hagyta a cuccokat, igaz? Nézzük ide, egyébként érdekes. A csávókának, látod? Még ennyi lépése van ti valamilyen fejek. Hogyha ki tudna térni egy pár lépést, érted? És két ilyen lépéspontnyit, ha megtudnánk a csávókát, úgymond megközelítenénk két lépéspontnyal, hát aki tudna térni, és nem tudna megtámadni a várat, bazd meg. Csak az baj, ilyen lesz szarja, bazd meg a hőst. Mekkora geci már, bazd meg? Kettes volt az? Látod? Azon gondolkoztam, hogy ide jönnék a csáv, az abban, hogy még nem elég a kilépés. Vadász lesz. Félsz, szóval egyébként még vettem ki időt csávókákat. Látod, a csórikéde feljönne, onnan meg elmenne, érted, hogy lenne egy kis háromszög. Háromszög egyenlőtlenségből kiderülne az, hogy a két befogó összege az gyakorlatilag jobb, mint az átfogó. Tehát lenne esünk, nem tudom, bemenne a várba, de szerintem nem fogja ezt megcsinálni. Nézzük csak meg. Nézd meg, apám, ezt. Azt a büdös kurva anyja bassza meg. Hát ez nem igaz, apám. És nem megy rá, egész meg a csávókára. Akkor elmondom, de akkor elérek, akkor nem lesz semmi értelme az egésznek. Akkor kerüljön ki, bazd meg, nem akar megtámadni, az, ami úgyis akkus lépéspontja elmegy. Hát, apám, ilyenre kell kényszerülnünk, apám. Nem hiszem el, geci. De azért nem semmi, bazd meg, hogy milyen egység van, apám, itt bent. Azért nagyobb esélyekkel tudunk így harcolni a gép ellen. Hogy már benne van egy ilyen egységem. Igaz, kellett lóvét elvernem. Akkor meg ezt kap ki. Tudod mi van, hát így nem fog fél több izé menni. Így most semmi értelme az egésznek nincsen, elmondom őszintén így. Ráadásul egy ilyen seget apám elvesztem a csúly potyára. Hát, geci, nem hiszem el, bazd meg. Állj meg, itt most ezt menekülök, mert semmi értelme az egésznek. És semmiféle plusz lépés volt, hogy nem tett azért, bazd meg, hogy nem menj, azért most hiába. Hát egyébként egy picike kis lépés volt, az a balt, hát arra a múltkor annyi elmennek, egy pici lépésből ráment. Játsszunk már olyatti valamilyen hengerek, elmondom nektek, hogy egy picikéti valamilyen fejek felé mennék. Nem sokat, csak ennyit. Így. Azt a büdös Isten megbassza, bazd meg! A kurva Isten azt! Hogy rohadj meg rákba, te faszopó geci! Akkor viszont azon gondolkoztam egyébként, hogy akkor csinálnék két seregetti valamilyen fejek, és mert minden egyes sereg ráugorva lépéspontja megy le. És két sereg neki menne, tudod, akkor nem tudna menni a várbati valamilyen fejek, és akkor kapná egy napot. Csak az a baj, a legfőbb erőmet. Most jó, oké. Akkor próbáljuk ki azt, hogy valamilyen hengerek, én nekem ez se rossz megoldás, tegyünk egy próbát. Tegyük fel azt, ez a seregemet én most felruházom egyébként egységekkel. Hát nem sok pénzem van, de majd eladok minden nyersanyagot, elmondom nektek, mert most bevetünk mindent. Megnézzük egyébként ezt a módszert.
Nézzétek meg egyébként, 50 pontom lehet, apám. Azért az nem semmi, az egy mágierőm van, ami nem sok. De 50 pontom van, bazd meg. Ebből, ó, gecibe. Itt nincs benne, álcsap meg. Nem tudjuk, hogy mink van alapból. Ő, látom, érde várja. Megjósol ez, kösz, ezt is meg tudja jósolni. Figyeld, vakság nagyon jó, 6 pont érti van fel, gyengítő sugár. Igen, villám. Itt tudnánk lapozni, nem bírok. Jó, oké, nem rossz egyébkénti valami hengerek, figyeljetek meg, morálból bazdnek, hogy állunk? Apró dolg, de jó, sokra mennek ám. Elmondom, mi lenne a lényeg, valahol kérti valami hengerek nekünk, egy ilyen speciális, úgyis mondhatnánk, aha, ilyen kell nekem, geci. Bazd meg, jó, tudod mit? Á, nem tudok oda menni, bazd meg akkor. Már pont a lépéspontom elment, mondom, oda mennék, azt átváltanék magamnak. Kedvű tarifával mindent. Jó, akkor semmi nincsen. Csávó, káva, itt valahol nem tudom, van-e izé. Persze, hogy sehol, hogy rodjál meg. Kereskedőhely, ott látnunk volna múltkor, nem kereskedőhely, vagy nem, az másik pályán volt. Jó, mindegy, nem érdekel, nincs sehol, se, akkor kapjabb a faszomat az a büdös gec, aki csinált ezt a pályát. Na, elmondom nektek egyébként, hogy mit fogunk csinálni. Hát ugye mindenképpen a legerősebbet sikerül szednünk, akármennyi is kalapszar. Nem tudom, mit csinálni. Ez így egyszer, ugye? 7000, igen, ez 3-4, jön, nem is jön neki, bazd meg a 4 izé, hiába adtam el, bazd meg akkor! Nem is jön neki a csábúka, bazd meg ebből. Mert ebből csak 3 jön ki, nézd, 6000-be kerül. Ez egyébként nem rossz önmagában. Jó, akkor semmi gond, akkor ebből 3 lesz csak. És, most ez egy teszt. Ha most mindent beleadunk, sikerül megcsinálni, ezt nézzük meg, de szerintem nem fog sikerülni. 400 arany, most mondom, ez egy teszt, wiring, mindent beleadunk, 350, kőből, ugye 2500-unk van, látod, így lenne egyébként 3100, porból, kérlek szépen, ugye, akkor 4 titán nekünk, 800, fél gyémántból, eladok mindent, 1200, az azt jelenti, hogy 5100-unk van, egy gemünk, ebből ki tudok ti valamilyen felek venni, ki tudok venni, egyetlen egy darab óriást, és lenne még lövősünkből, hát nem a legtutébb egyébként, aláírom, de lövősnek lövős. Ennyi. Schlusspass, következő alkalommal feltöltődik, lesz 50 pontunk, tudunk fagyasztani, vakítani mindent. Ez egyszer. Csáukával jövök hazafele, most ezt mondom, csak egy teszt lesz, mert itt ezt nem akarok eladni mindent, mert ez nem állunk itt teljesen jól. Majd kipróbálok még más megoldás is, elmondom nektek. Ez a hős egyébként nem rossz önmagában. Most hagyjuk a picsába, ezt a mászkálás faszom ki van. Nézzük már meg egyébként, mit sem fogom ezt hagyni. Na, így nézzük egyébként ki, elmondom nektek. Azt nincs egy jobb torony, igaz? Egyik torony nincsen felhúzva. Semmi, kettő van csak toronyban, mindegy. Elmondom, mi újság van, 21 pontja a csávókának. Na, áj, bazd meg. Figyeld, bazd meg, nem tudod, tehát fel, kurva faszopú Isten, baszna meg. Büdös geci vagy, bazd meg akkor. Nem lehet igaz, apám. 13 ponton van. Benn vagyok a várba, én értem, egy napot tekerni kell, de bazd meg, micsoda a geci sím ma az egész. Hát, ez nem igaz, apám. Na jó, elmondom, mi lesz. Kérlek szépen, vakítás. Ennyi. Na, tűz! 42 pont, ami nem rossz egyébként, mert ez 60 valamennyi, az 65-ös. Azért a látszik egyébként, már hős van bennünk, 3 támadás, védekezés 7-es. 4 támadás, védekezés 4-es. Mágerő 4, ismert 3. S hiába érünk, az ismert 5 van, mágerőben 1 van csak. Maradok itt. Ugye most megint ott nyomulnék, fél 7 ponton van, apám. Bazd meg a kurva anyját. Ezt majd mindjárt felfolyák majd javítani a csávókát. Ugye 24 pontja van. Mennyi egyébként a izé? Most nem tudom megnézni, azt hiszem 6 pontos egyébként a dispel. Egy dispel rámegy, ugye akkor lesz neki 18, akkor teszek egy kitást még egyszer, akkor rá tesz 12. Még mindig, apám, lesz még kétszer lesz még villámcsapár, apám, lehetőség. Ez kifekszik, ez a szar, bazd meg. Nem fog tudni levelni, apám, sehogy se, bazd meg. Az nem semmi, apám. Mi
mindent apám megteszünk, és nem megy. Azt fogjuk tényleg csinálni, elmondom nektek most ezt, hogy végig fogjuk zongorázni, hogy most mi fog történni, de nem fogjuk tudni megcsinálni. Azt fogjuk, még ha 50 pontom lenne az, akkor így lehetne variálni, de büdös gecik bazd meg. Azt fogjuk egyébként csinálni, elmondom nektek. De például ez a sereg jó lenne ide. Nem kell tudod áthozni azt a másodiknak tekintett seregemet ide. Mert jó lenne egyébként ide erre a része. Most elmondom nektek, amit így gondolkoztam, az annyi lenne, hogy tulajdonképpen, hát nem is tudom, mit mondjak, bazd meg. Megmondom őszintén, hogy az lenne csak a lényeg, hogy a hetedik nap előtt, ugye, ez a hetedik nap után jött az a hős. Hetedik nap előtt, van, ha csinálnánk egy, úgymond egy sereget, a várbus, az elindulnánk errefele. Megpróbálnánk a csávókát kitéteni. Nem kéne semmi, csak annyi egy kis lépést ilyen oldalra. És már nem tudnánk egyszerűen első nap után elfoglalni a várunkat, amíg el tudnám kapni bazd meg a izével. A fősereggel azt akkor kivennénk utána gyönyörű szépen ebből a várból ezt a hőst, az első nap után, és akkor innen apám összevonnánk ez a sereg, ami benne van gyakorlatilag, ennél több lenne benne. Így tudnánk egyrészt magunkat védeni, mert innen tudnánk nehogy Isten támadni. Visszamennénk a fősereggel innen erre a részre ide, és támadhatnánk az itt lévő gépet fent, ahol jöttek, mint a fosás kifele. Na, hát akkor ez ennyi van, elmondom nektek, csinálni sok mindent nem tudunk. Varázsolni nem bírok, maradok. Lövős, fél szar. Páink. Ennyi volt, fél bebaszták a falat, kurva anyja bassza meg. Nél kettő lement. Nagy fasz, fél nem vizérték fel a csávókat. He, te elmebeteg állat, bassz meg, hát mit csinálsz? Nézd már meg nekem, bassz meg, hogy egy egész hadsereg áll a várna, azt kell lőni, ami le van, vagy azt mondta, te nyomorult Isten faszája, idiótája, bassz meg. Hát én ezt nem hiszem el, bassz meg, hát már miért csinálta ezt? Látod, micsoda büdös geci, a gép tudta nagyon jól, bassz meg, ezt fogják majd lőni, és ezért nem pazarolta rá, bassz meg a izét. Azt mondja, mondjanak, hogy nem csalás mi ebbe a játékba, hol már, geci? Akkor szop ki a veres faszomat. Ebből 6 darab van, nekünk itt le tudok fogyasztani egyébként valakit, elmondom innen fentről. Nem ment le egy se. Némelyhább pont itt vettek le egyszer némelyhá ebbe a faszból, hogy ne menjen le az a maradékba az, ami lett volna. Tudom, mert kettő ütés, lement volna egy. Hát, geci, nem lett igaz. Öreg Isten, szopassa hülyére le, bazd meg. Kettő izé lement. Ez is extra erővel, bazd meg. Még fagyjál még meg, te faszopó öreg Isten. Ez le van fagyva, ez túl szar. Ebből kettő, ebből 23, ezt nem tudok levenni, mert megfeszülök se. Elmondom neked. 17 pontja van, nekem pedig már semmi. Egy pontom van csak. Ebből van még egyébként kettő. Nem tudok leverni. Ha nem lenne benne ez, akkor mi mehetne egyébként. Fél kettő pont, figyeld. Rohadt anyádba bazd meg. Ja jó, lement egy, aztán nem ment le egy se. Az kidől. Csávóka le van fagyasztva, de minek bazd meg, az a egy izé van. Menj ma a véres faszomba, te kurva anyád! Hiába idegeskedünk, ezek kinyírnak minket, bazd meg. Ebből sem egy 4 darab van, ebből van egy darab, Tű, apám, 3 van ebből, ezt nem tudok levenni a megfeszülés azért, mert nem semmi, topon neked. Apám, azért nem semmi, geci, az atak, azért mekkora különbség van. A másik seregnél, geci, meg se kottyant, így meg azért csapjuk lefele, geci, a gépet. Látod, hogy mennyi szám az atak, bazd meg? Atak 3. A védekedése rossz egyébként, mert csak tartjuk mi munkat, még mindig van 3. Hát ebből a faszopó nyomorult idejótóban az eljutott az együttése mindenkit. Itt még lehetne tudod ez az izével nyomulni, ez egy csapást adatok vinni egyébként az ellenség, maradok egyébként itt. Lövés, elcsap meg. 37 pont. 5 pont. Menj ma faszomba, te geci! 21 van ebből. Menj! 21, az a ez a kurva pajzs, bazd meg. És nézd meg a büdös faszopó anyját, amely mági erőni, de már 5 körön rajton ez a faszon. Ezen a szar, bazd meg. Puh, 20. Tanak annyi volt, nem meglepül. 50 van abból, nincs hát a lövésünk. 2 van ebből a csehóból. 92 ponton nem tudunk apám mit csinálni. És nem tudok apám besegíteni magamnak egy kis villámmal. 50 ponton sereg gece, és nem tudták ezt a faszt feltölteni, bazd meg. De a mocskos idióta így jászunk a fennék figyelmes, bazd meg, hogy képes lőni, bazd meg, ami rajta van, bazd meg a fogyasztás, hogy szopja le a faszomat. A büdös geci anyját. Rapcs! Nem, mert csak visszaküldtenek a gecinek. Egy ment le, bazd meg! 40 van a paraszból, fél ez egyébként 40 HP. Ez, és nem tudok menni. Kurva anyád akkor. Ezt hiába idegeskedünk, ennek ma annyi. Na most menj már, rohadjál meg. Na most egy villámat még rám küld, bazd meg. Ez megy egy rám, bassz. Azt annyi lesz. 18.
Nézve 17, bazd meg. Kurva anyádat. E! 16, hát ez ennyi. Látod? Ennyi volt, nem tud megcsinálni. Jó, elmondom, az lesz a lényeg, ti valamilyen hengerek, meg nem tudom mit csinálni, mert minden rajunkat, mindenünket elbasztuk. Vissza a lementéssel.